A videót támogatta Kezdjünk így, nézzük a szép malacot. No. Sziasztok, ebben a videóban egy szerkezetet fogok bemutatni, méghozzá egy segítőtárs segítségével, Csabinyó! Sziasztok! Itt van velem Csabinyó. Egy szerkezetet fogok most bemutatni, amiben Pokémon Go-zni tudtok Minecraftban. A leírásban ott lesz a link, a szokásos, rámentek, adfly, várni kell pár másodpercet, és ott elérhető lesz majd a jobb felső sarokban a gomb. Hogy is van? Skip add. Igen, skip add, és az átvisz a kódhoz. Azt másoljátok, a játékban pedig adtok magatoknak egy command blokkot. Így adtok magatoknak egy command blokkot, ezt bárhová lerakjátok, mondjuk ide a fa tetejére. Bemásoljátok a kódot, és ha itt átkapcsoljátok a needs redstone gombot always active, akkor még gombot vagy redstone blokkot se kell mellé rakni, hanem azonnal lefuttatja, ha down-ra nyomtak. Oh, lol! Ez most a Pokémonokat gyártja. Megvan adva, hogy bizonyos mobokat cseréljen le, mint egy csirkét, bárányt, malacot, de ne aggódj, téged nem. Malacot, azt hiszem, zombit is, már nem emlékszem a pontos listára. Bocs, meglepődnék, hogyha átváltoznék egy Pokémonnál én is. De... Akkor elfognálak. Ó, de jó lenne nekem. Bekerülhetnék a zsákodba. És ez ugye folyamatosan sorsolja, hogy milyen Pokémon legyen. Ennyi Pokémont adtam a szerkezethez, ez 16 darab egészen pontosan. Úgyhogy ez most ennek addig kell mozognia, amíg ugye vannak a betöltött terepen mobok. A piros gomb ugyanúgy a törlés, azt most nem nyomom meg. Ez a másik sor pedig a Pokémon labdákat adja, illetve egy térképet. Te is nyom meg. Hogy? Oh. Ugye használjuk a térképet, labda. Ha használod a térképet, igen. Akkor tehát ott piros pontok jelennek meg, azok jelzik a Pokémonok helyét. Oho, szóval akkor mennyi Pokémon vadászni most? És már vadászhatunk Pokémonra, igen. Na akkor menjünk, akkor gyere, kövess, és akkor megkeresd meg az elsőt, jó? Elvileg itt lett Pokémon, és valóban itt van. Húha. Ez ilyen buborékos pop. Na, úgy tudod elkapni, úgy tudod elkapni, hogy a Q-val kidobod rá valamelyik labdát. Ah! Yeah, és akkor felveszem, akkor itt lesz benne nálam? Igen. Aha, és akkor Lyukasmon, ez a neve. Lyukasmon. Lyukasmon. Oké, okay, na várjál. És akkor szeretem tenni bármikor, bárhova? És akkor igen, bármikor előtt tudod hívni, a Q-val ugyanúgy kidobod. Oh, yeah, és tényleg itt van. És akkor vissza tudod venni a labdát. Ja, értem, és akkor ilyenkor a labdában meg kikerül. Aha. Mi ez egy tök fejű izé? Tök mon, vagy mi ez? Várjál. Dob ki rá egyet, eldobjuk. Arimon, de aranyos. Ez jó. Várják, következő. Térkép van nálad, akkor chillingel. Milyen közel van. Ez mi? Füstmon. Térkép alapján elvileg itt is van. Ja, az a föld alatt, a föld alatt, nem? Igen. Ja, akkor azért van ilyen sűrűn ezen a ponton, ha érted, na várjál. Csabi, ebből lehetne csinálni egy minigémet. Komolyan, mindenki megkapja ezeket a kis cuccokat, és szépen elmennek. És aki előbb összegyűjt 9 darabot, vagy 8-at, mert ugye ennyi fér, akkor az nyert. Nem, igazából 9 labdát kaptál, csak a többi az nem fért ki a hotbarra. Ez itt mi, Csabi? Ez itt egy Pokémon, igen. Na nézzük. Kicsit beteg voltam, igen. Csizmamon. Az csak egy csizma What? Volt, igen. Elvetted az izé Pokémonomat, kérem vissza. De most kidobom, akkor kijön, azt tudod. Ezt is elfogad? El, én. Figyelj, olyan kevés ember mondhatja magáról, hogy 2 darab füst mondja van egyszer. Hát az biztos. Úgy működik, hogy mindig a 10 legközelebbit mutatja a térkép. Egyébként. Ja, értem. Ott itt nézd már, mi ez? Egy Csabinyomon. Csabinyomon, várjál. Nem, nem az lesz, ami most tényleg más... az a neve? Nem, már hülye nevet adtam neki. Mi a rákmon? Mi a rák? Hát ezt... Oké, okay, rendben. Igen, igen, azért mi harák, mert olló kezei voltak, ha megnézed. Igen, láttam, olyan furcsa volt. Akkor viszont menjünk el. Ja, egyébként tudod úgy csinálni, hogy kezedbe veszed a térképet, megnyomod az F-et, és akkor mindig látod a térképet. És tényleg. Ja, igen, csak annyira kicsi, főleg, hogy kisképernyőben vagyok. Igen, de egyszerre tudod dobni is a labdát, meg tudod nézni a térképet is, azért mondtam.
Aha. Itt van valami. Ez is Pokémon lenne? Aha. Ja, Istenem. Na nézzük. Zselémon. Tényleg, hogy kívülök a térképről, akkor újra generál? Vagy nem, akkor hát akkor neked kell egy új térképet szerezni, és csak így... Ja, értem. De egyébként nem lenne végül hülyeség, hogy akkor észreveszésed egy másikat, de nem tudnám, hogy érzékelni egyébként. Nem tudom azt tesztelni, hogy rajta vagy egy térképen. Aha. Ott a víz túloldalán, a sárga. Látod? Na gyere! Az a baj, hogy nem most csináltam a szerkezetet, úgyhogy én sem emlékszem, hogy milyen elnevezések mi vannak. A... Nem tudom. Milyen feje van? De figyeld meg, mi van a kezében? Várjál, mi az? Sör, vagy valami pia, meg az mi? Nem tudom kinézni, az mi lenne? Ez egy balta. Balta? Na várjál, akkor nézzük meg. De milyen feje van? Hát ez zseniális! Hát ez a legjobb eddig. Mosolj, mondta Tedem meg, de aranyos. És van még egy labdám. Ez a fekete már volt? Nem. Ez nem egyenlő a füstkézével? Ez nem a füstmon volt, ez más. Na várjál, akkor nézzük. Meg nem mondom mi. Gonoszmon. És megvan mind a 9 Pokémonom. Na akkor most nézzük meg, hogy mit gyűjtöttem. Ja, itt is van még. Ó, kell nekem még labda. Hát, csak 9 hely van, tudod. Most ha én odaadom, az is ugyanarra a helyre megy. Mert... ezt sajnos így lehet megcsinálni, hogy megmondod, hogy melyik labdához melyik Pokémon tartozik, és akkor, hát ha szeretnéd 10 Pokélabdát, akkor 10-szer kell lemásolnod a parancsot. Tehát, hogy annál nagyobb lesz a szerkezet, minél több labdát akarsz. És én most 9-et legyártottam. Szívecskéző malacok, vagy bárányok, vagy mi ez? Na, hát cserélt ki akkor, az egyik zotok ki. Vagy nem is néztem, hogy ki írja nevüket. Csak ennek írja ki, mert ennek? Többinél azért nem írja ki, mert láthatatlanok. Úgy is van, oké, akkor a következő. Ez, aztán ez. És itt a Pokémon gyűjteményem. Tarararám! Milyen jól néznek már ki. Hé, hey, ez is itt valami, nézd! Ó, várjál csak, viszont... Magmamon, Csavi. Magmamon. Viszont igen, most ugye kipakoltam ide őket, most már ugye vannak nekem újabb lehetőségeim. Kell egy ilyen puszimon. Ja. Puszi támadás? Okay. Volt egy ilyen lebegő fej. Ott van! Az. Nézd meg, nem akarja az igazságot. Runaway mon. Fogasmon! Tök aranyos, hogy kinézek a fa mögül, azt mondja, hogy rám mosolyog tényleg. Tök cuki egyébként. Na, akkor ezeket is ide pakolom. Igen, akkor ő. Magmamon. Ez se néz ki rosszul egyébként. Igen, és akkor volt még egy. Ez mi? Ja, igen, ő az a kis picike. Micsoda a kis Pokémon gyűjtemény, azt néz. Na, szép kis sereged lett. Ja, egyébként, de hallod, ez tök jó. Nagyon, nagyon frappáns, ez tetszik. Aztán végig még elkezdesz Pokémon gózni. Még a lehetséges halad. Jó, ebben persze csak a gyűjtögetés van benne, tehát az izgalom, hogy hogyan kapod el, az ügyességi része az nincsen benne. Mármint hogy érted? Ja, nem tudod, hát a Pokémon Go az úgy működik, hogy odamész a Pokémonhoz, és aztán el kell támad a labdával, tehát egy ilyen célbadobós játék jön. Aha. Itt meg csak ugye rá kell dobnod, itt nem olyan nehéz eltalálni igazából. Ja, igen. Jó, a szerkezetnek a működésébe szerintem nem nagyon megyek bele, mert hát elég sok kommand működtetni. hát ez úgy vagyok, hogy akit érdekel és tudod, van rá, fogékony rá, az így ki tudja olvasni a kommandokból, aki meg nem, az meg csak unalmasnak találja ezt a részt, úgyhogy csak így mindig tömören szoktam elmagyarázni. Ha kidobod a labdát, akkor ugye érzékeli, hogy van-e ott Pokémon. A Pokémonok meg vannak jelölve, van rajtuk egy tag, tehát ha most egy csirkét próbál elkapni, azt nem fogja beszívni, csak a Pokémonokat kifejezetten. És ide gyűjti a szerkezetbe, ott van az a fehér üveg, van ott egy armor stand, ahhoz teleportálja. Amikor kidobsz egyet, akkor meg innen teleportálja el. Ugye meg vannak jelölve tagekkel, így tudja a rendszer, hogy melyik labdához melyik Pokémon tartozik. A térkép az úgy működik, hogy a közeledben lévő 10 Pokémonnal
lefuttatja azt, hogy a legfelső rétegre, ott a világnak a tetejére rakjanak le reston blokkot. Reston blokkokat látsz, azok a piros pontok, azok reston blokkok. És armor standet is lerak mellé, ezért tudja kitörölni. Hogyha elveszed a térképet, akkor eltűnnek ezek a piros, ezek a reston blokkok, mert armor standek vannak ott, és akkor azok tudják kitörölni. Ez azért fontos, mert mondjuk közben elsétál a Pokémon, és akkor már nem fölötte van a reston blokk, és akkor így ott marad örökre, és a térképen ugye hamis helyzetet mutat. Hát úgy nagyon tömören ennyi. A Pokémonok sorsolása az... van. Egyébként, ja bocsánat, akkor mondjad. A Pokémonok sorsolása az itt történik. Ott az elején lehetett látni azt az armor standet, ami ott pattogott. Spread Players parancsal véletlenszerűen lerakja egy command blockba, command blockra, abban van egy Pokémon summon, itt megmutattam. Hát igazából egy jó hosszú summon parancs, úgyhogy nagyon sokat nem lehet belőle látni. Szóval legyárt egy Pokémont így véletlenszerűen, és közben ugye kiüti, ami ott van mob. Én meg azt akartam kérdezni, hogy amit így lerakok Pokémon, tehát amit megszereztem, és újra leteszem, akkor azok ott, tényleg azok ott fognak állni, tehát azok már nem fognak elmászkálni, mint az alapokémonok? Akkor jól láttam, ugye? De elmászkálnak azok, csak nem volt kedvük elmászkálni. Most azért nincs itt az armor stand, ami sorsolt a Pokémonokat, mert kivitöttem, hogy gondoltam, hogy kiméljem a szervert. Viszont ennek ellenére előfordult a felvétel közben többször is, hogy valamiért ledobott minket. A szerver az nem fagyott ki, tovább futott, vissza tudtunk jönni pár másodperc múlva, de arra tudja, hogy miért dobott ki. Lehet, hogy valami optimalizációs kérdés, itt még a kommandokon kéne valamit átírni, vagy átfogalmazni. Elképzelni nem tudom, tehát hogy így értelmét nem látom, hogy ez így kidob minket így időnként. Szólóban egyszer sem fordult elő, amíg építettem, úgyhogy ott biztos nem lesz ilyen. Esetleg, ha valaki szerveren akarja használni, az számíthat erre. Használjátok egészséggel, a leírásban ott van a link, mutattam, hogy lehet telepíteni, úgyhogy abból nem lehet kérdés. Sőt, letiltom a csatornáról, aki megkérdezi. Á, nem, csak azért is megkérdezik, az nem jó. Köszönöm Csabinyónak, hogy elszenvedője volt ennek a bemutatónak. Szívesen! Jó, tényleg, hogyha már itt vagyunk, hogyha már így összegyűltünk, akkor hogyan értékelnéd a szerkezetet? Hát ezeket a lefagyásokat nem nézve, szerintem tök jó az egész. Tehát igazából, hogyha ezt nem csinálnak, akkor tényleg lehetne csinálni akár egy ilyen minigémet is belőle, vagy egy verseny, mit tudom én, haverok között, így, tudod, így 4-5-en összegyűlnek, és akkor tök jó lehetne vele szórakozni. Szerintem baromi jó lenne versenyezni benne. Meg mondom, nekem amúgy nagyon tetszik, meg jók a ezek a mobok. Igen. Főleg az a mosoly, hát az nagyon, az kész. Tehát ezt megláttam, és akkor kész. Hát eléggé véletlenszerűek lehetne, szerintem értelmesebbeket is csinálni, de azért örülök, hogy tetszett. Hát de pont ettől jó, mert ilyen hülye nevük van. És nem ilyen komoly, tudod. Aha. Könnyebben megjegyzed, mint azt mondanám, hogy mit tudom én, Krakamon. Tehát ilyen semmi. Krakamon? Kraka. Kakamon, mi? Kaka, kraka. Olyat nem csinálok, fúj. Ezt lelök, nézd meg. Szóval, akkor még egyszer köszönöm, hogy eljöttél, és hogy lelöktél. A kézikönyv óvjon. Sziasztok!